Budapest, Varsó és Prága után Szlovákiában is bemutatták a Visegrádi négyek családi házai vándor kiállítást. A tárlat célja, hogy a régió hasonló múltú, történelmű és kultúrájú országainak építészeti teljesítményeivel rendre összemérje magát, betekintést nyújtson a magyarországi, szlovákiai, csehországi és lengyelországi kortárs családi ház építészetébe. Országonként 4 projektet prezentáltak, amit Szlovákiában elsőként a kassai közönség láthatott. Fontosnak tartjuk ezt a kiállítást, mivel az építész hallgatóknak nagyon fontos, hogy a campuson belül is lehetőségük nyíljon arra, hogy beletekintsenek más kollégák, tehát a praxisnak tehát más tervezők munkáiba is. És ez lehetőséget ad nekik itt, házon belül lényegében. Pásztor Péter építészmérnök, a Kassai Műszaki Egyetem művészeti kar építészeti tanszékének vezetője, egykori Makovecz tanítvány megnyitójában kiemelte. Nagyon fontos az egyetemi hallgatók szempontjából, hogy betekintést nyerjenek egy ilyen aktuális trendet és igényeket felsorakoztató kiállítás révén a kortárs építészet világában. Nagyon fontos, hogy képeket lássanak a diákjaink is. Nagyon fontos, nem mindegy, hogy milyen családi házak fognak épülni a jövőben. Nagyon fontos, hogy mindjárt otthonosan érezzük magunkat, természetes anyagok környezetében, és még egyszer hálás köszönetet. Kiállítás a Magyar Építészek Szövetségének kezdeményezésével és a V4 országok építész szervezeteinek együttműködésével valósult meg. Alapvetően a célunk az, hogy a Visegrádi 4 országok építőművész szövetségének együttműködését erősítsük, hogy még jobban kiépítsük azokat a jó szomszédi kapcsolatokat, amellyel az építészeten belül együtt tudunk működni, és rálátunk egymás kortárs építészeti tevékenységére. A kiállítás középpontjában a családi ház áll. A tárlat anyagában megtaláljuk a felújított parasztházat, a hagyományos szerkezetű vagy a térformálással kísérletező, valamint a minimalisztikus házat is. A határokon átívelő kitekintést nyújtó vándorkiállítás Kassa után Pozsonyban, majd Bukarestben, Ljubljanában és Podgoricában is látható lesz.